Szeretettel köszönöm a kedves tévénézőket! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy az egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könnyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha a piacról jönnek, addig nem esznek, míg nem mosakszanak. És még sok más hagyományokhoz is ragaszkodnak, így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték, miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ezt a választ adta nekik. Képmutatók. Találóan jövendőlt rólatok Izaiása, mint írva van. Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak az emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok. Azután így folytatta. Ügyesen kijátszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék. Ti ellenben azt tanítjátok, ha valaki azt mondja anyjának vagy anyjának, amivel segíthetnélek téged, az korban, vagyis Istennek szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával kiátsztátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tettetek. Kedves tévénézők, kedves testvérek, egyből látjuk, hogy az ember milyen. Mikor az isteni törvényekhez, emberi törvényeket rak hozzá, egyből a megkülönböztetés kezdődik. Egyből kettéosztjuk a közösséget, és arról beszélünk, hogy mi a tiszta, és mi a tisztátalan. Láthatjuk az általános zsidó szokásokat, az evangélista szépen felsorolja, hogy kezet kell mosni. Elsősorban nem egészségügyi, hanem vallási jogból tették ezt. Az Istennek sem lehetett másképp adományokat odaadni, csak tiszta edényben. Az adományaik is csak tiszta kézben lehetett megfogni. Jézusnak ezzel ellen nincs kifogása. Nem ezt próbálja elmagyarázni a farizeusoknak kifogásként, hanem tulajdonképpen ő a szív tisztaságáról beszél, és az érdekli. Mert ahogy megkülönböztetünk már egy csoportban embereket, azonnal rá kell jöjjünk, hogy ott a szívünkben belül gond van. Valamiért ki szeretnénk emelni magunkat, abba a csoportba behelyezni, amelyet mi tartunk a legértékesebbnek. A szívünk tisztaságára kell odafigyelni, és nem lesznek megkülönböztetések, és nem lesz olyan, hogy már egy csoportot, egy közösséget kettészelünk, megosztunk. Amen.